Az idén ünnepli 25. évfordulóját a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek tiszteletére tartottak művészeti gálát a helyi oktatási intézmény aulájában. Az eseményen Kovács Zoltán igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki arról szólt köszöntőjében, hogy az egykori gondolat jól sikerült a megvalósítás során, kiállta az idő próbáját, hiszen az oktatók, a tanulók, a szülők is elégedettek a munkával, az elért eredményekkel. Tokajváros önkormányzata, majd a Szerencsi Tankerületi Központ szívén viselte az alapfokú művészeti iskola sikereit. Ezután Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi igazgató szólt a megjelentekhez, aki hangsúlyozta, hogy a művészeti képzés ritka kiváltság, amelyet meg kell becsülni. Koncz Ferenc országgyűlési képviselőjelölt kifejtette azt, hogy mennyire fontos a tehetségek fejlesztése és kibontakoztatása. Végül Posta György osztotta meg jó kívánságait a résztvevőkkel, akit nagy örömmel töltött el az, hogy sokan megjelentek a gálán, amelyhez jó szórakozást kívánt. A köszöntő beszédek után a művészeti képzésben tanuló diákok színvonalas műsorát tekinthették meg az érdeklődők, ahol helyi és környékbeli iskolák tanulói adtak számot tehetségükről. Elsőként Héli Alexandra zongora játékkal kápráztatta el a közönséget. Ezután Gombos Dávid szintetizátoron elsajátított tanulmányait mutatta be az érdeklődőknek, amely nagy sikert aratott az iskola aulájában. A gálán a modern tánccal is megismerkedhettek a nézők, akik körében osztatlan sikert aratott a produkció.